Üdvözletünk! A gördeszkás videójátékok néhány éve még fénykorukat élték, erre napjainkra már nagyítóval kell keresni őket. Egyrészről azért, mert ritkák, mint a fehér holló, másrészről pedig csak aprók a gyöngyszemek gurulnak elő mostanság, mint jelentettünk alanya is, az igencsak beszédes Olli Olli. A gördeszkás kifejezéssel illetett játék első ránézésre egy retro hangulatú garázs projekt, de ha kicsit jobban a mélyre nézünk, akkor tudjuk, hogy egészen komolyan veszi a deszkásportot, és még a hangulata is nagyon rendben van. Az Olli Olli egy tipikus oldalra scrollozós, pontgyűjtögetős ügyességi játék, de olyan szinten ügyességi, hogy ezred másodpercnyire precíz időzítéseket és villámgyors reakciókat követel meg, pedig ha azt vesszük, ügyesen és egyszerűen kivitelezték a játékmenetet, azonban az oktató mód nélkül egy tapottat se. Az X, L, R gombokon és a bal analóg karon kívül más nem is kell használnunk az Olli Olliban. Az analóg karral végezzük az ugrást és a trükköket, melyeket az L és R gombokkal tudunk cifrezni, és bizony több tucat van belőlük, míg az X-et a megfelelő időben a tökéletes landoláshoz kell bevernünk, illetve a szükséges tempó megtartásához. Ezekhez jönnek még hozzá a különböző fajtájú csúszások, melyeket szintén jól időzítve a bal analóg karral aktiválhatunk az arra alkalmas tereptárgyakon, mint korlátok, csövek, betonszegélyek, állványok, fényreklámok, daruk, helikopterlapátok, rakéták vagy tankcsövek. Ebből pedig látszik, hogy cifrapályák várnak majd ránk, amiről 5 helyszín fog gondoskodni. Mindegyik sajátságos, jellegzetes pályaelemekkel rendelkezik, így a szeméttelepen roncsok, tojtojok, markolók nehezítik az utunkat, míg a kikötőben a vendéglátó egységek és szórakoztató létesítmények biztosítják majd a terepet. A legextrémebb talán a katonai bázis a harci járműveivel, míg a neonváros kifejezetten látványos és hangulatos a háttérben robogó gyorsvasútjával. Ha a mozdulatokkal tisztában vagyunk, akkor jöhet a gyakorló fázis, mivel bele kell rázódnunk a tempóba és a reflexbajnokságba, hogy kellően méretes pontokat és elég hosszú kombóláncokat hozzunk létre. A pályákat folyamatosan nyitjuk meg, és ez elég csak egyszerűen elérni a végükre, ami a későbbiekben már kifejezetten nehéz feladat lesz. Az őrült pályadizájn kihívásai mellett még különböző feladatokat is teljesíthetünk menet közben, nem egyszer fogunk megizzadni egy-egy izmosabb pontszám eléréséhez. A pontvadászat és a magas kombószám mellett akadnak trükkökre vonatkozó elvárások vagy különböző felszedegedni való elemek is. Ahhoz, hogy teljesítsünk egy pályát és magas pontokat érjünk el, egyhuzamban kell minél több trükköt esés nélkül pontos landolásokkal megalkotni, de még jobb, ha folyamatos csúszásokkal összefűzve robogunk a célig. Lehet, hogy elsőre nem hangzik soknak a 25 pálya, de amatőr szinten teljesítve őket megnyílnak a profi verzióik, és minden szakasz spot módban is teljesíthető, ami egyetlen trükkfolyamról szól, magyarán nincs hibázási lehetőség, egy menetben kell meghajtanunk a pontokat. Kapunk még napi kihívásokat is a Daily Grind alatt, ahol bármennyi gyakorolhatunk, de aztán csak egyetlen próbálkozásunk lesz, hogy megmutassuk a világnak, miként is kell ezt csinálni. Az Olli Olli egy baromi jó játék a londoni Roll 7 Games-től azoknak, akik szeretik az olykor idegesítő, baromi nehéz, százszor újra próbálkozós néhány másodperces meneteket. Ez egy kifejezetten reflexjáték, nincs tökölés, fel kell készülni mindenre, bőséges gyakorlást igényelnek az egyes szakaszok. Ez nem az egyszerű, felhőtlenül szórakoztató fajta, inkább frusztráló, ha bénák vagyunk, azonban a fanatikusoknak tökéletes darab. Audiovizuális szempontból jól áll neki az egyszerűség, a retro atmoszféra, nekem bejött a pixel grafika és a dögös kis zenék. Természetesen egy igazi réteg játékról van szó az Olli Olli személyében, így főleg a műfaj szerelmeseinek ajánljuk ezt az indie remek művet, ugyanis 120 trükk ide vagy oda, az árazását kicsit borsosnak találtuk. Szóval senki ne feledje, ez egy igazi leaderboard hajszolós kis szösszenet. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!